Hétvégén játszotta idei első hazai mérkőzését a Kalocsai Kézilabdaklub felnőtt férfi együttese, mégpedig a dobogós helyekre is jó eséllyel pályázó Siklós csapatát fogadva. Az ellenfél ősszel 4 gólos vereséget mért a KKC-re, amely az idény első felében a Kalocsa egyetlen vesztes mérkőzését jelentette. Kolicz János csapata már csak ennél fogva is szeretett volna visszavágni a Siklósi gárdának. Fölhívtam a játékosaim figyelmét arra, hogy a jobb játékos állományuk ellenére, vagy a jó játékos állományuk ellenére mi biztos, hogy edzettségben jobbak vagyunk. Ez kidomborodott mindjárt a mérkőzés elején, szinte ledaráltuk őket. Nagy lendülettel, nagy dinamikával kezdtünk és elhúztunk. És a nagyobb előnynek az okán az első félidő végére elkönnyelműsködtük a támadásainkat. Kolicz János hozzátette, hogy a csapat átlövésből nem volt elég hatékony, így inkább betörésből operált a Kalocsai együttes, de szélről is sikerült több gólt szerezni. Egy percig nem volt kétség, hogy megnyerjük a mérkőzést, és ami fontos volt, hogy több góllal nyerjünk, mint amennyivel ott kikaptunk, mert az egymás ellen elért eredmény alapján helyezés szempontjából ez fontos lehet. A Kalocsai KC végül 5 gólos sikert könyvelhetett el azzal, hogy 30-25-re győzte le a tabella 3. helyén álló Siklóst, nem úgy, mint egy héttel korábban a Komló együttesét, akik 31-23-as vereséget mértek a KKC-re. Kolicz János ennek kapcsán elmondta, hogy nem született meglepetés eredmény, illetve a vereség sem olyan mértékű, mint azt sokan elsőre gondolnák. A komplett csapat NB1-es volt, és nem futottunk be nagy zakóba. Teljesen reális eredmény született, és az a csapat, aki ez ellen a csapat ellen 10 alatt megúszta, azok is majd elmondhatják magukról, hogy ez nem zakó, hanem a realitás. A KKC legközelebb március 5-én vasárnap a Péccsel mérkőzik majd idegenben, akik bár papíron könnyű ellenfélnek ígérkeznek, azonban ennek ellenére sem szabad előre elkönyvelni a győzelmet, hangsúlyozta a Kalocsai KC vezetőedzője.